Köszönöm, Vajszló! Ezzel a magyar és angol nyelvű címmel jelentek meg képek és videó is Orbán Viktor közösségi oldalán egy hónappal a választás után. A kormányfő meg is magyarázta a látogatása célját. Az ok, amiért itt vagyok, és el fogok menni még néhány helyre Magyarországon, hogy megköszönjem önöknek a támogatást. Azt is mondhatnám, hogy megköszönöm önöknek, hogy munkát adtak nekem a következő 4 évre, és azt ígérem, hogy én is adok cserébe önöknek. A magyar közlöny legfrissebb számából az is kiderült, hogy mit. 2,4 milliárd forintot írta meg a hvg.hu. Az Orbán Viktor által aláírt kormányhatározat ennyi pénzt ad a Baranyai falunak. Ebből 400 millió az ipartelep fejlesztésére, 2 milliárd pedig csatornázásra jut. De a határozat szerint a kormány megvizsgálja egy helyi 33 méteres medencés tanúszoda megépítésének a lehetőségét is. Orbán Viktor nem először járt Vajszlón. A választás előtt pár nappal is ellátogatott ide, hogy a helyi fideszes jelölt mellett kampányoljon. Ő az, aki Orbán Viktorral együtt az ujjain számol. Van hátra a választásokig, kezd szerda, csütörtök, péntek, szombat, 6. nap választás. Nagy Csabát végül többen támogatták Vajszló 2 szavazókörében, mint az egész választókerület átlagában. Ezért is tett újabb látogatást a faluban Orbán Viktor. Az MSZP szerint Vajszló 172 másik településsel együtt Magyarország egyik legszegényebb kistérsége. Talán ha Mészáros Lőrinc 1 évig nem hordaná haza az uniós pénzeket és a közpénzeket, hanem ebben a kistérségben az a 173 település kapna ilyen mértékű támogatást, akkor valószínű ki tudna lábalni abból a válságos helyzetből, amiben most van. Tóth Bertalan szerint viszont a kormány inkább politikai célokra használja a közpénzt. Kerestük a kormányt, hogy megtudjuk, miért épp Vajszlót támogatják 2,5 milliárd forintból. Írásban azt válaszolták, Vajszló csak egy azon települések közül, ahol a kormány támogatásával fejlesztés valósul meg.